Azt gondolom, hogy önök azok a szervezet, akik a 24. óra utolsó percében is kitartással dolgoznak, és valamikor akkor találják meg a megoldást, és én ehhez szeretnék önöknek gratulálni. Ezzel a gratulációval kezdte évzáró beszédét a Megyei Védelmi Bizottság vezetője, aki kifejtette, a tűzoltók minden rájuk háruló feladatokat maximális erőbedobással teljesítették. Kiváló az értékelés. Azt gondolom, hogy ezt a lakosság is láthatta a 2019-es esztendőben, hogy a tűzoltók kiválóan teljesítették a feladatukat, életüket néha nem kimélve, akár balesetnél, akár tűzesetnél mindent megtettek annak érdekében, hogy a részben a emberi egészséget, életet védjék, nyilván nagyon fontos az is, hogy a vagyontárgyaikat megvédjék, és ebben maximálisan teljesítettek. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, rövid értékelésében arról beszélt, nem volt könnyű esztendeje a szervezetnek, számos átalakuláson is át kellett esni a mindennapi küzdelmek mellett. A tűzvédelem szempontjából nem volt semmivel sem rosszabb, mint a megelőző évek, tehát erre gondolok, hogy számos új kezdeményezésnek tettünk eleget. Például megújult a kiképzések rendszere, amely eltolódott az elméleti ismeretek átadásának irányából a gyakorlati felkészítésre. Én azt gondolom, hogy ettől nagy eredményt lehet elvárni, illetve számos új technikai eszközzel bővültek mind az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, mind pedig a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Minden eszköz és felszerelés rendelkezésre állt és áll a jövőben is, hogy a lakosság életének és vagyontárgyainak védelmét biztosítani tudjuk, ha szükséges, mondta Balázs Gábor.